Itt ülök most részegen. Apró győzelmek és nagy bukások sorozata vagyok. Csodálkozom, mint mindenki, hogy eljutottam onnan idáig. Anélkül, hogy öltem volna, megöltek volna. Anélkül, hogy Diliházba kerültem volna. Újra egyedül iszom ma este. Lelkem a múlt, minden szenvedése ellenére. Hálát ad az összes Istennek, akik nem voltak akkor ott velem. Távozz tőlem, katedrás tudomány! A mélyre dobban mától szellemem. Doktor vagy már, Faust, add csak a szentet. De ásd ki a tudásért minden vermet. Hogy logikát célja jó szöveg. Ez minden? Nincs méretes csodád? Légy orvos, Faustus, halmoz aranyat! Egy csodakúra visz az örök létbe. A gyógyítás fő értelme az épp test. Miért? Ebben tán nem alkottál nagyot. Nem lett igen néhány röpke szavad. Fali naptár csodás receptjeid, mik városokból verték ki a járványt, és megoldottak ezer csúfnya vaját. És hová lettél? Csak ember maradtál. Ha öröklét játékot ígérnél, és élővé báboznád a halottat, na akkor ünnepelnék nagyságodat. Üdv orvososdi, jöjj Justinianus! Ha egy azon dolgot két személyre hagynak, úgy egyikük birtokolja magát a dolgot, a másikuk pedig annak értékét, stb. Az igazság kenyere is teste a jognak. Mi szűkös és szánalmas ez nekem. Ha nincs más megoldás, marad a vallás. Itt van Jeromos latin bibliája. Stipendium peccati mors est. A bűnjutalma halál. Kemény. Aki azt állítja, hogy nem vétkezett, abban nincs igazság és öncsaló. Hát akkor hajrá, legyünk csak bűnözők! És mivel mulatni nem tudok, mint szerelmes a sok szépszavú napokban, elvégezém, hogy gazember leszek, és utálom léha kéjeit a napoknak. Az evidens, hogy fűbe harapunk. És az út végén mi vár? Örök halál. Késerá, szerá. Lesz, ami lesz. Nem rossz. Tetszik a cipője. Köszönöm. Nem a magáé. Azért a kislányé a kifutón. A tűsorok nagyon ügyes kis trükk. Eltereli a figyelmet az egyébként nem elhanyagolható dolgokról. Például arról, hogy kiskorú. Parancsol, uram. Nő vagyok. Bocsánat. Nincs jelentősége. Tudja, elég kevés nő jár striptease bárba, és nekik is többnyire vagy tálca van a kezükben, vagy egy alumínium rút. És néha martini. Kér egy kortyot? Megeheti az olajbogyót is, ha akarja. Köszönöm. Az olajbogyót nem szeretem. Igazán? Ez jó. Magam is ebben reménykedtem. Az előbb csak udvarias akartam lenni. Fiaid, mint az olajfecsemeték asztalod körül. Zsoltárok könyve, 128.3. Az olajfa a boldog család jelképe. Ezért rendelek itt mindig martinit. Látok benne valami. Finom kis irónia.
Nem hiszem, hogy meglepetésként éri, ha azt mondom. Az ilyen helyek látogatói túlnyomó többségben nős vagy elvált férfiak. Nem pedig pacérhúszosok. És gondolom most az a kérdésé, hogy én melyik kategóriába tartozom. Nem. Ez egyáltalán nem érdekel. Facér, és lassan már csak nem is 20-as. De nagyon téved, ha azt gondolja, hogy kurvázni járok ide. És ha igen, ez is mellékes. Akkor mi az, ami számít? Nem az számít, hogy mit tette magát üressé és kétségbe esetté. Nem az, hogy mit tesz, hogy ezt elfelejtse. Csak az a fontos, mit kezd majd akkor, amikor minden ismét a helyére kerül. Úgy beszél, mint aki biztos abban, hogy bármi is változhat. Nézze meg ezt a lányt. Nézze, ahogy én is teszem. Kiáll oda egy szó nélkül. Biztosan sértő, de mégis jellegtelen hangja van. Ügyetlen, biceg, köze sincs a tánchoz. Az egyik lába talán hosszabb is, mint a másik, de ezt is ügyesen eltusolja a tűsarok. Ez a lány minden szerda és szombat hajnalban itt van, és ilyenkor túlnyomó többségében nős vagy elvált férfiak jönnek ide a sörszagú lakásaikból, hogy ezt a tökéletlen lányt nézzék, amit levetkőzik. Ez a lány még szinte gyerek, de már is többre vitte, mint sokan közülünk. Folytassa. Befejeztem. Dehogy fejezte be? Nézze, én is idézhetnék bibliai verseket, mint ahogy a filmekben szokás. Hát tegye azt! Az igaz ember járta ösvényt, mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és a gonoszok zsarnoksága, stb. Ezékiel 25:17. Jó, mi? Ugye tudja, hogy ez nem is a Bibliából van. Tudom, de sokan elismerően bólintanak. Azután meg elfelejtenek. Nézze, ez a beszélgetés után kifizetjük az italunkat, hazamegyünk. És mikor néhány óra alvás után felébreszt a fejfájásom, már csak halvány emlékeim lesznek magáról. Egy lesz azok az emberek közül, akik nem tettek semmit azért, hogy emlékezzünk rájuk. Napokon belül kiürül a fejemből. Várjuk ki a végét. Ezt a kislányt. Ezt a kislányt viszont nem felejtik el. Látni akarják újra és újra. Látni akarják az arcát ezekben a természetellenes fényekben. Ahogy fennáll a kifutón. A színpadon. Az emberek felett. Nem hiszem, hogy ez ilyen egyszerűen működik. Mindenki szabályok szerint él, ezt nem is tagadhatja. Maga is. Én is. Ez a bár is csak azért létezik, mert engedélye van, hogy hölgyeket foglalkoztasson, hogy italt szolgáljon fel. A férfiak azért járnak ide, mert szemmel simogatni egy nőt teljesen legális. Fizetni egy aktusért, eltekintve néhány kivételtől persze, nem törvénybe ütköző. Ezek az emberek nem tesznek semmit. Anélkül, hogy többszörösen megbizonyosodnának róla, hogy az társadalmilag elfogadott. Nem mernek más tenni. Így biztonságos. Itt ez a lényeg, hát nem érti. Ez a lány hetente kétszer idegenek előtt veszi le a ruháit. Aztán talán leissza magát, talán ismeretlenekkel kúr, talán a tanáraival is kikezd, és mindezt talán nem vallja be Jónáskor. De megteheti. Az, hogy morális vagy amorális valami nem jogi passzusokból derül ki. Ez egyéni döntés. Bárki áthághatja mindennapi kis szabályokat, amikor csak akarja. És mi történik? Na, mi történik? Semmi. Az égvilágos semmi. Mert nem is történhet. Ám hiába nincs bíró, az emberek mégis a szabályok szerint játszanak. De aki így tesz, az soha nem léphet magasabb ligába. Ezért járok én ide, mert azt akarom tenni, amit ő tesz. Szép. Semmit sem ért. Szép a cipője. A tűsorok. Én nehezen mozogtam benne, ezért nem is hordtam sokat. Inkább nekiadtam. Hát szerintem egy szolidan magasított lábbel is lehet nőies. Maga nem így gondolja? Hát ismeri? Nem. Nem kell ismernem, hogy üzletet kössek vele. Téged sem kell ismernem, hogy legyen egy ajánlatom. Hallgatnak. Mondjuk úgy, üzletet köthetnénk. Van egy munkám a számodra. Nem egyszeri meló, huzamosabb időre szól. Igen, huzamosabb időre. Nem kell amiatt aggódnod, hogy az utcára kerülsz. És jógázsit vágnál zsebre. És mit kellene csinálnom? Gyakorlatilag semmit.
Eltekintve, hogy néha hazudsz, persze ezek csak kegyes hazugságok lesznek. Senkinek sem ártanak majd. Elhallgatsz néhány icipici apróságot, és soha nem nézed más érdekét, csak is a sajátodat. Cserébe mi híressé teszünk. Piszkosul híressé. Az arcodat plakátokra nyomják majd, és 10 éves csitré fogják az ágyuk felé ragasztani, hogy aztán... Na várjunk csak! És mégis, hol van ebben az üzlet neked? Nézd! Szükségünk van egy arcra. Valakire, aki nekünk dolgozik. Mert nem csinálhatunk mindent egymagunk. És miért pont én? Mert ahogy mondtad, többre akarod vinni. Halhatatlan akarsz lenni, ahogy nagyon sokan. De velük ellentétben neked nincs veszíteni valód. A halhatatlan ugyanígy csak... Halhatatlan. Akit az emberek megjegyeznek, az örökké él. Deal vagy no deal? Legyen hát. Bravo. Ahogy reggel felébreszt a fejfájásod, rágj egy aspirint. Majd keresd fel ezt a címet. Egy indokolatlanul monumentális toronyház. Parabola antennákkal, nagy, tükröző üvegfelületekkel. Képtelenség eltéveszteni. Egy élmény volt, kedves uram. Faust. Engedd meg, hogy én álljam a cehet. János! Kérem, álljon a jelre! Jó reggelt! Forduljon meg! Nem érti? Forduljon meg! Mi csinál? Neme? Férfi. Életkora? 29, nem, 30. Végzettsége? Orvos, de ügyvédi... Családi állapota? Nőtlen. Magassága? 186 centi. Súlya? 85 kiló. Mi van a malackurta farkán túl? Tessék? Mi van a malackurta farkán túl? Válaszoljon! Az üveghegy? Ez kérdés volt? Igen. Nem! Hogyan köszönünk több embernek csókolommal? Csókolom, 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 csókolom. Rossz válasz! Zacskó vagy nylonkesza? Zacskó. Ugyan már! Mi tartja a ropin a szezámmagot? Az étolaj. A gravitáció! Kecskeszakál vagy körszakál? Kecskeszakál. Elnézést, milyen kérdés? Mit képzeld? Uljon vissza! Kecskeszakál. Milyen színű lesz egy hupikék törpike, ha folytogatni kezdik? Hupi lila. Bravo! Pinocchio hormérete. Változó. Ravasz válasz, de nem jó! Mazsola vagy tádé? Mazsola. Tádé? Szégyelje magát! Talicska márka. Tilitoli. Bravo! Huzivani! Kockás vagy csíkos? Kockás. Csíkos! Chaplin bajusz típusa. Kicsi. Nagy! Pöttönpanna mérete? Egy hüvely. Vicceskedünk. A hülye is tudja, hogy két hüvely. Párduc mintás? Vagy tanga? Tanga. Fúj! Párduc mintás! Mi lenne, ha kinyitnám a szekrényajtót? Botrány. De még mekkora? A gyerekek álma. Csokoládé. Csak szeretné. Hogy mondaná felszólító módban, hogy csuklani? Csukolj! A csigaszót. Pontosével írjuk? A csigában nincs is jé. De van! Van önnek lánya? Nincs. De van! Stan vagy pán? Stan. Igen, Stan! Tartalmaz-e önmagát, az önmagukat nem tartalmazó halmazok halmazza? Gyerünk, válaszoljon! Igen! Nem! Mi van a meseerdő közepén? A nyuszika. Helytelen! A legalábbnak az alap és középfoka? Kicsit alább, alább. Mondjon 3 francia papot! Jean-Paul Belmondo. Nem! Jean-Paul Sartre! Hagyladával meg lehet fordulni, akkor egy fordalmért nem lehet megladulni. Nem tudom! Munka!
Ha egy macska mindig a lábára esik, és a vajas kenyér a vajas felére, akkor egy vajas kenyér a macska hátára kötve... A macskára! Mekkora paraszt! Megfordulhat. Ennyi volt! Majd értesítjük. Kifelé! Takarodjon! Gyere gyorsan! Hogy nézd maga ki! Azt tudják, mit mond a kövér verébe a villanydróton? Csűp! Jó estét kívánok! Fausz János vagyok, és a mai este, higgyék el, nem túlzok, ha azt mondom, média történelmi pillanatnak lehetnek szem és fültanúi. Olyan impozáns vendégek fogadták el a meghívásunkat, akiket senkinek sem kell bemutatni. Ma este igazi világsztárokkal találkozhatnak, akiket soha. Hangsúlyozom, soha nem láthattak más a tornák műsoraiban. Drága barátaim, nem is rabolom tovább a türelmüket, és elárulom önöknek, hogy ezen a pompás estén, egy gyönyörű stúdióban a hét főbűnt köszönhetjük. Első vendégünk már évezredek óta egyengeti az emberiség rögökkel teli útját. Saját bevallása szerint azért, mert a kiválasztottak megérdemlik, hogy pártfogójuk legyen. És ő bizony nagy lelkű. Sokszor egész nemzeteket vesz oltalma alá, és mindezt önökön keresztül teszi. Hölgyeim és uraim, műsorunk első vendége a rasszizmus. Szervusz! Köszönöm a meghívást! Blesszidó! Szervusz! Köszöntelek itt a köreimben! Mondd csak! Hiszel Istenben? A fehér Istenben. Igen, a fehér Istenben mindenféleképpen. Dögölj meg, nigger! Nézd, és mi volt a kérdés? Mint mindenki tudja, te már... Az emberiség hajnala óta itt vagy közöttünk, de igazán a fogad fehérjét a második világháborúban mutathattad ki. Igen. Mégis, mi lehetett bukásod oka? Mégis miféle kérdés ez? Én még mindig a csúcson vagyok, és ott is leszek. Hiszen megpróbálnak engem megsemmisíteni, eltüntetni, de akkor mindenkivel ezt kellene tenniük. És ettől csak még erősebbé válnék. Mert én a szeretet és a gyűlölet vagyok. Önmagunk szeretete, és mások szeretete. Másoké, akik nem mások. Azt hiszem értem. De hiszem, hogy mindenki a konformitás felé halad. Egyre inkább elsimulnak a különbségek. Nem érzed úgy, hogy ezáltal értelmét veszíti az, amit te képviselsz? Cigányok! Elnézést. Az emberek megpróbálnak hasonlóképpen viselkedni, vagy akár ugyanúgy. De a faji különbségek eltörölhetetlenek. Köszönjük, hogy itt voltál! Tapsoljuk meg! Következő vendégünket sokan talán lenézik és megvetik, de kétségtelen, hogy ahol emberek élnek, előbb-utóbb ő is felbukkan. Sokuknak talán személyes ismerőse is volt korábban, csak ma már letagadja mások előtt. Számomra mindig is egy rejtély volt. Kíváncsi voltam, vajon miért teszi azt, amit tesz?
Végre itt a lehetőség, hogy személyesen kérdezzem meg tőle. Hölgyeim és uraim, fogadják szeretettel az állatkínzást! Isten hozott. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mondd csak, mi inspirál téged munkád során? Mi ad inspirációt? Fához kötözött kutya, éheztetett kisállatok, elgázolt, cserben hagyott kiskedvencek. A friss vér illata, nevetni a tehetetlenségen. Igen, ez volnék én, az emberbe szorult állati ösztön, a kínzás pillanatában leltöröm. A fiatalkorúak körében egyre nagyobb a népszerűséged. Mik a terveid? Ez csak a brutalitás első lépcsőfoka. Aki gyerekkorában állatokat kínoz, az felnőttként sorozatgyilkos lesz. Ezt szokták mondani, nem? Akkor jól megy az üzlet. Igen, jól élek. Az emberekből. Instabil egy banda, de az ösztön erős. Ölsz, ezáltal leszel felsőbbrendű. Aki egyenragú veled, nem bánt, hogy miért is bántanád. A gyengék, a tehetetlenek az igazi célpont. És azt tudják, mikor szenved egy állat? Kit érdekel? Köszönjük, hogy itt voltál, tapsoljuk meg! Köszönjük. Kedves közönségem, azt hiszem már látják, hogy nem a levegőbe beszéltem, amikor azt mondtam, igazi világsztárokkal találkozhatnak. Következő vendégünk is kérette magát, amikor felkértük, látogasson el hozzánk. Ám végül bokros teendői mellett sikerült időt szakítani a ránk. Így örömmel mutathatom be önöknek az adócsalást! Hölgyeim és uraim, a stúdióban az adócsalás! Kissé idegesnek látszol. Eljött ez a sok kedves ember. Ide a színházba. Adót csalunk, kérem szépen, mindenki adót csal, de ez nem baj, mert mindenki ezt csinálja, csak csinálják tovább. Ezt nem értem, mire gondolsz? Eljött ide ez a sok kedves ember, ez a sok tisztességesen elszámoló értelmiségi állampolgár. És lesz utána befizetve valami? Na lesz? Hát nem lesz, mondom én. Még hogy a kultúra szőnyeg alá van söpörve. Tudják, mi van a szőnyeg alá söpörve? A korrekt áfa elszámolás. Én ezért ebből ilyen helyekre szoktam járni, ilyen színház, múzeum, meg ilyenek. Mert hogy itt mindenki adót csal, ugye? Maguk is adót csalnak ott az utolsó sorban, mindenki adót csal. Hát szomorú ezt hallani, drága barátom, hiszen mi csak művelődünk. Látom, zúgolódnak. Zúgolódjanak. Ez az igazság. Tapsoljuk meg! Például... Igen, maga hölgyem. Tegyük fel, hogy holnap elmegy egy önkiszolgálóba. Egy kis önkiszolgálóba. Vesz egy rút pariszert, meg egy két pálmát. Oda megy a kultos fiúhoz, vagy kultos lányhoz. A kultos fiú vagy kultos lány megmondja, hogy mennyibe került. De nem ad számlát. Magának erre azt kellene mondania, hogy pultos jó vagy pultos lány, kérem szépen adjon egy számlát. Nem teszi. Na, ugye, maga bűnrészes hölgyem, mindenki ezt csinálja az utolsó sorban, mindenhol. Mint adót csalunk, kérem szépen, mint mondottam, nagyra értékeljük, hogy eljött közé. Nem zavar, mert hogy mindenki adót csal, szóval ez tök természetes dolog, hiszen ezért is csinálom ezt az egészet, mert mindenki ezt csinálja. Hát adót csalunk, kérem szépen, ez olyan nagy dolog. Tapsoljuk meg! Hát, a következő vendégünket higgyék el, mindannyian nagyon jól ismerik, hiszen ott lakik önökkel egy háztartásban. És nyugodtan kijelenthetem, korunk legnépszerűbb sztárja.
Hölgyeim és uraim! Következő vendégünk! A függőség! Foglalj helyet! Mondd csak, hogy telnek a hétköznapjaid mostanában? Nincsenek hétköznapok. Minden nap ugyanolyan. Velem keltek, ott vagyok a reggeli kávétokban, a dohányban, amit elszívtok. Ott vagyok, amikor szeretkeztek. A gyógyszereitekben, amit azért szedtek, hogy megszabaduljatok tőlem. A tökéletes és tiszta világotokban. Mindenütt. És mondd csak, hogy tudod feldolgozni a népszerűséget, a népszerűséget? Miért menekültök? Pedig én csak barátkozni szeretnék. Hiszen mindent együtt csinálunk. Együtt tévézünk. Együtt iszogatunk, együtt próbálunk ki új dolgokat. És mindig elérem a célom. Mert végül ti hívtok fel engem, hogy menjek el hozzátok. Mert hiányzom. Mert hiányzom. Nekem viszont nem, tapsoljuk meg, köszönjük, hogy itt voltál! Következő vendégünk már nagyon régóta van a szakmában, bár igazi felemelkedés az utóbbi évtizedekre tehető, és mindegyre népszerűbb és népszerűbb. Hölgyeim és uraim! A tribüne sorában a következő, az abortusz! Szervusz! Hogy vagy ma? Hello, üdvözlünk a műsorba, hogy vagy ma? Hogy neked milyen egy ronda fejed van. Hogy téged nem abortáltak. Nyugi, nem kell beszarni. Nem harap a bácsi. Vagyis téged legalábbis nem. Én a zsengyehusit szeretem. Ó, ha tudnátok, hány finom falattal örvendeztettek meg minden nap. Ti végtelenül tökéletesek. Pedig ha tudnátok, mennyire nem vagytok azok. A kiscsaj alig várja meg, hogy ivaréret legyed. Már lefekszik az első fasszal, akivel szembe találkozik. Aztán meg jön a sírás, rívás, hogy jaj, terhes vagyok. Ekkor jövök én a képbe. Én, az abortusz. Mi van? Szerinted én vagyok a gyilkos? Én vagyok a gyilkos! Azt hiszem nem az. Adjátok a gyilkos! Senki se tudja, hogy ki a gyilkos. Még én sem tudom. Kedves közönségem, amint látják, mi ebben a műsorban nem csak szórakoztatunk, hanem fontos erkölcsi témákat is felvetünk, ám a választ önökre bízzuk. Nagy tapsot az abortusz!
Hölgyeim és uraim! A stúdióban a pedofília! Tente, papa, tente, itt van már az este, köszöngetnek szépen, csillagok az égen. Tente, papa, tente, ágyacskád megvetve, jó anyácskád, vigyázz rád, kisbabám, jó éjszakát. Tente, baba, tente, itt van már az este, köszöngetnek szépen, csillagok! Mi a faszom volt ez, Mephisto? Mi a faszom volt ez, Mephisto? Volt? Még nincs vége az adásnak. Ülj le! Szia, Konrád! Hogy vagy? Gondoltam. De látod, gyönyörűen süt odakint a nap, és azt mondják, hogy még hetekig ilyen marad az idő. Most ne kezd ezt. Jó híreim vannak, Konrád, remek hírek. Chicagóban, Amerikában megtalálták a betegséged okát. Emlékszel? Erről meséltem neked,
hogy ez a betegség nagyon ritka, és hogy 100 000 emberből csak 5-en élnek ilyen meghibásodott sejtekkel. Először egy baseball játékosnál diagnosztizálták. Lou Gehringnek hívták. 1939-ben. Róla is nevezték el a betegséget. Lou Gehring betegségnek. Emlékszel? Erről meséltem, mikor kint ültünk a kórház udvarán. Nagyon szeretem azt az udvart. A platánfák miatt. Gyönyörű a törzsük rajzolata, nem igaz? Azt hiszem akkor, de ha nem is akkor, nem sokkal később adtad nekem ezt. Kihajoltál a kerekes székedből, fölvetted, megtörölted és a kezembe adtad. Valahogy így. Így jó. Azt mondtad, semmi különös, csak azért kapom, mert neked én vagyok az első saját orvosod, nekem pedig te vagy az első saját páciensem. Nagyon örültem ennek akkor, tudod? Most ne kezd ezt. Konrád, én nem tudok senkit megölni, téged pedig végképp nem. Én azért lettem orvos, hogy segítsek neked! Ezt akkor sem értetted meg, mikor még tudtál beszélni. Aztán az ápolók egy reggel már hiába kérdezték, hogy elég melege a víz. A nyelvíz majd nem reagáltak többé. Dióbéltünetnek nevezik. De akkor talán már a víz melegét sem érezted. Igen. Még mindig az vagyok. Még mindig gyenge vagyok, Konrád, és még mindig orvos! Én nem erre esküdtem fel. Rendben. A nővér pár óra múlva beadja neked a rizuzolt. Holnap tesznek majd lélegeztetőgépre. Aludj egy kicsit, jó? Holnap majd találkozunk. Miki Bokcső, 2. zárójel. Offline. Patix. Online. Na, sze! Enter. Na, cső! Enter. Na, hogy állsz az ABC-vel, kérdőjel, 2. B. Enter. Én már a Géni vagyok. Jöhetne már valami gótos csaj, mondjuk az a Georgina. XD. Rég ejtettem pofár ilyen érzelmi glablis kurvát. 2. D. Enter. Le vagy hagyva, barátom, XD. Már régen a Génél vagyok. Hát ez az. Hogy már régen, enter. A legutóbbit is úgy ejtettem, hogy finoman közöltem vele, 2. Ha ilyen fejem lenne, eladnám a Zeleznice Szerbiának vasúti ütközőnek. Azóta egy kicsit kerülnek ezek a női nemű egyedek. Szóval azt ajánlom, hogy te egy kicsit legyél óvatosabb. XD. Enter. A teszát csak te sírjon. A volt nőm be akart mutatni a szüleinek. Nem értem, mit gondolt, hogy elveszem? Na mindegy, valakinek össze kellett törni a kis szerelemről alkotott képét, pont, enter! Mi ez a nyálas fasság? Felszeded, meghúzod, ott hagyod. A játék ennyire egyszerű, enter. Nem tudom, neked könnyű lenne lila szemmel csajozni, bazd meg! Pont. Más F betűset kellett volna választanom, nem a Fannit. A másik szobában volt az a Frida XD, tudod? Enter. Tudom. Amelyeknek méteres hézagok vannak a fogai között? Hát, tudom. Enter. Azaz. Ezért csítem föl inkább a Fannit.
ha már volt választási lehetőség. Amúgy a Fanni jó pina, nem? Enter. Zárójel kinyitva Y, zárójel bezárva, jó, pont. A legjobb a koleszban. Nem is értem, hogy nekem, hogy nem sikerült, neked meg igen. XD. Hát ez is csak az bizonyítja, hogy mekkora faktor vagyok! Enter! Hát kurva nagy faktor vagy, hagytad neki, hogy szétverje a fejed. Enter. Hát az egy kicsi technikai malőr volt. Enter. Én nem így nevezném, ha valaki egy poroltóval homlokon baszna csak azért, mert össze-vissza csalom, meg amúgy is csak egy játék miatt vagyok vele együtt. Enter. Na mindegy, az F is kipipálva. Enter! Tapsvihar, mínuszpont, mínusz, felső apostrof. Enter. Na mindegy, megyek, ma azt hiszem meg lesz a G is. Megint egy gyönge idióta, pont, pont, pont. Enter. Lehet, hogy nem gyöngém nálad, pont, pont, pont. Má? Mi bajod van ma? Enter. Csak annyi, hogy olyan ronda vagy, hogy anyád telefonon köröztül szoptatott. Kettős pont P. Szesz, enter. Szesz, enter. Petix, offline. Miki Vokcső, kettős pont zárójel, offline. Elkezdem, jó? Hányos old is? Ah, megvan. Tehát, nem új fogalom, a liberalizmus világuralmának idején a sextingelés, azaz a mobiltelefonokon, interneten szétküldött szexfotók és üzenetek divatja. Már halálos áldozata is van az agybeteg erkölcstelenségnek. A sextingelés, a szex és a text message szavakból összerakott rövidítés. A felmérések szerint már az amerikai tinédzserek egyharmadát érinti. A leggyakoribb 10 és 16 éves fiatalok között. A legtöbb lelkileg sérült sextingelő internetes flörtnek tartja az új trendet. Csupán barátjának vagy barátnőjének kíván imponálni. A liberalizmus áldozatául esett fiatalok a következményekkel nincsenek tisztában. Nem tudják, hogy a küld gomb megnyomásával már nincs kontrolljuk a fotó, videó további sorsa felett. Ki tudja, hol köt ki, hány ezer, hány millió ember nézi, hány pervers, pedofil férfi figyel fel rájuk. 2008-ban egy ohiói általános iskolás lány nudista fotót küldött magáról szerelmének. A szerelmi ajándékot rövidesen az egész iskola láthatta. A lányt kizárták az iskolából, és olyan kegyetlen támadások céltáblája lett, hogy felakasztotta magát. Az amerikai jogvédők nap mint nap aggódnak a buzik jogainak érvényesülésért, mert nem tartják büntetnek a sextingelést. Legfeljebb vétségnek, rossz döntésnek, ami ellen törvénykezéssel nem lehet fellépni. Mint minden tinédzser őrület, a sextingelés is szélsebesen terjed. Érdemes a magyar szülőknek, iskoláknak is ébenen figyelni. Köszönöm szépen, jó éjszakát! Kis markomba a szorváját visszavonja szégyenemre.
Vámhapat a fő utcáján lejtek faromat tiszálván, minden legény szemet átva ágaskodik a szorvája örömemre. Tiri-ri-ti-dli-di-ti-di-di, tilom-álom-álom-áj, tere-tere-tete-tete-tete-tete-tete, áj de bla. Mert ahány deják vagy úrfélem, megfügykölne tova lépne velem, tengődne a kasszon, nem kell nékem bába a szörömemre. Tiri-ri-ti-dli-di-ti-di-di, tilom-álom-álom-áj, tere-tere-tet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 e-
Az emberi társadalom számára soha semmi sem volt elviselhetetlenebb, mint a szabadság. Látod ezeket a köveket ebben a csupasz, forró pusztában? Változtass kenyérőket, és az emberiség hálás, engedelmes nyájként iramlik utánad. Bár örökké rettegni fog, hogy leveszed róla a kezed, s nem kap többé tőle kenyeret. Elfelejtetted, hogy az ember a nyugalmat, sőt, akár a halált is többre becsüli, mint a szabad választást a jó és a gonosz megismerésében. Nincsen csábítóbb az ember számára, mint lelkiismeretének szabadsága. De nincs gyötrelmesebb sem. Ahelyett, hogy hatalmadba kerítetted volna az emberi szabadságot, megnövelted, és gyötrelmeivel örökre megterhelted az ember lelki világát. Te az ember szabad szeretetére áhítoztál, hogy tőled elbűvölve és lebilincselve szabadon kövessen. Az embernek az ősi törvény helyett ezentúl saját magának kellett eldöntenie, mi a jó és mi a rossz, nem lévén más útmutatója, mint a példád. De hát nem gondoltál arra, hogy végül is elveti a példádat, és megtagadja igazságodat, ha olyan iszonyú terhet raknak rá, mint a választás szabadsága? Amikor kenyeret kapnak tőlünk, természetesen világosan látni fogják, hogy mi az ő kenyerüket vesszük el, amelyet tulajdon kezükkel kerestek, hogy aztán minden csoda nélkül kiosszuk nekik. Látni fogják, hogy nem változtattuk mi a követ kenyéré, de magánál a kenyérnél is jobban örülnek annak, hogy a mi kezünkből kapják. Mert jól fognak emlékezni, hogy régebben mi nélkülünk az a kenyér, amelyet ők kerestek, csak kővé változott a kezükben. Amikor pedig visszatértek hozzánk, még a kő is kenyéré változott a kezükben. És amíg ezt az emberek nem értik meg, szerencsétlenek lesznek. Mondd, ki akadályozza leginkább a megismerésben? Ki tagolta szét a nyájat, és szórta széjjel ismeretlen utakon? De a nyáj ismét összegyűlik, és engedelmeskedni fog, immár egyszer, s mindenkorra. Akkor mi csendes, békés boldogságot adunk nekik. Olyan gyarló lényeknek való boldogságot, amilyennek teremtődtek. Ó, mi végre majd leszoktatjuk őket a büszkeségről, mert te felmagasztaltad, és megtanítottad őket büszkélkedni. Bebizonyítjuk, hogy gyöngék, hogy szánalomra méltó gyermekek. De a gyermeki boldogság mindennél édesebb. Három erő. Csupán csak három erő van ezen a földön, amely képes legyőzni és örökre rabul ejteni a tehetetlen lázadókat. Épp a boldogságuk végett. Ezek az erők a csoda, a titok és a tekintély. Mefisztó, miért? Miért csak most? Nézd! Te sem lehettél annyira naív, hogy azt hidd, ez valóban sikerülhet. Az a világrend, amiben te hiszel, már nagyon hosszú ideje nem fenntartható. A régi szabadság túl nehéz volt az embernek. Neki kell valaki, aki megmondja, mit tehet és mit nem. Most hamis csodákat kap tőlünk, és kiszolgáltatjuk neki saját titkait. Ezzel téve boldoggá. De a többi az ő dolga. Az nem ránk tartozik.
Igaz, hogy ez a szabadság irányítok. De nem uralják felesleges, mesterségesen kreált erkölcsi törvények. Az ember azt tesz, amit csak akar. Azonban ezt mégis biztosabbnak látja. Így a játék ugyanaz marad. Csak éppen könnyebb szemet hunni a szabályok felett. Nincsenek többé szabályok, Mephisto! Ha bárki áthághatja őket, értelmetlenek. Nincsen előrelépés, nincsen magasabb liga. Nem lehet kitűnni, ha mindenki egyforma is a változás képtelenség. Végtére is az vagy, mi vagy. Vendégkaja, 1000 bodor fürtet csináltas. Csatolj magadra hosszú gólyalábat. Maradsz örökre, ami vagy. Hát nem megnyugvás ez, Faust. Megnyugvás? Igen. Ez az, amit tőlünk kaptál. Ez a béred. Ne gondolkodj, ne elnézd magad. Olvadj be. Élj csendben az életed. Más úgysem tehetsz. És most, hogy már biztosan tudod, s ez bizonyos, nekem elhiheted, hogy a halhatatlanság, amire vágysz, ebben a világban puszta illúzió. Nyugalommá válsz egyé a tömeggel. Nem. Nem lehet ezzel vége! Helena! Ez az arcűzött tengerre 1000 hajót, s égette porba Illium egekbe vesző dacos tornyait. Egy csókot a tégbe ajkat kiszívja lelkem, ott száll! Jöjj, Helena, jöjj és add vissza nekem! Hadd bújjak, mert ajkad nulla menny, és azon kívül minden csak föltelen. Paris leszek, és szerelmedért Ahilles sarkán hénejtek sebet, és egy újabb csókra hozzád visszatérek. Tündöklő vagy, mint az 1000 csillag csókjában hűsölő esti szellő. Fénylő vagy, mint az izzó Jupiter, ahogy szegény szemem élni járt. Nem kell más. Csak te nézd. Fedi a csontot, észt tesznek bele, és néha lelket is, és a nők vázákat vágnak a falhoz, és a férfiak túl sokat isznak, és senki sem találja az igazit, de tovább keresik. Hús fedi a csontot, és a hús többet akar, mint húst. Semmi esély. Mind egyetlen végzett fogjai vagyunk. Senki sem találja az igazit. A városi szeméttelepek megtelnek. A roncstelepek megtelnek, a diliházak megtelnek, a kórházak megtelnek. A temetők megtelnek. De semmi más nem telik meg. A következő életemet fordítva szeretném leélni. Halottként kezded, hogy a halállal ne kelljen többet foglalkozni. Az öregek otthonában ébredsz, és napról napra jobban érzed magad. Végül kirúgnak az ágyadból, mert túl egészséges vagy.
Elmész felvenni a nyugdíjadat, és mikor dolgozni kezdesz, már az első nap ünnepelsz, és kapsz egy aranykarórát. Negyven munkaév után elég fiatal leszel ahhoz, hogy kiélvezd visszavonulásod. Bulizol, iszol, fűvel, fával lefekszel, majd készen állsz a középiskolára. Ezután általánosba jársz, gyerek vagy, játszol, semmiért sem vagy felelős. Kisbaba vagy egészen születésedig. Az utolsó 9 hónapodat luxus körülmények között töltöd. Lebegve, központi fűtéssel, csöven átérkező napról napra egyre gazdagabb szobaszervízzel. És aztán voilà, orgazmusként végzed. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.